Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint a keleti pályaudvarról. És azért jöttem ide el a keleti pályaudvarhoz, hogy meglessem én is az új utascentrumot, amit átadtak a múlt hét hétfőn, május 1-én. Ma május 13-a van. Hát ami késik, az nem múlik. Jó sokáig úgyis ez lesz majd. Ide tudunk majd jönni, jegyet váltani. STB-STB. Lássuk meg a utascentrumot. Én innen kívülről közelítem meg a objektumot, és még annyi, hogy ez kicsit ilyen körbetekintős videó is lesz. Meglássuk, hogy hogyan is fest a keleti pályaudvar, milyen szerelvények vannak benne, meg ilyesmi. Na hát, így néz ki. Még az előző videóban, amikor ide jöttem, akkor itt ilyen pavilonok voltak, és láthatjátok, hogy van lift, mozgó lépcső, lépcső. És itt a utascentrum fölötti rész, az egy ilyen üveges rész, ahonnan, hogyha világos van, akkor a természetes fény is beszűrődik, de így a lámpáknak a fénye szűrődik ki, és itt fönt is kialakításra kerültek kártyás, illetve bankjegyes automaták, még több jegyváltási pont van ezáltal, vannak ilyen kis ülő alkalmatosságok, van ilyen támaszkodó is, mindenféle cucc van csinálva, nézzétek meg milyen jó, olyan, mint a kelenföldi pályaudvaron. Ott vannak egy automaták, egy ilyen, egy olyan. Itt van a nagy utastájékoztató, érkező indulóvonatok, 19 óra 44 van. Na és akkor menjünk le a lépcsőn, de jelenteném, hogy mind a két irányban működnek a mozgó lépcsők. Majd a liftet azt különbe fogjuk tesztelni. Na hát így néz ki a plac. Ott van a BKK-nak a utascentruma, de az már zárva van. Ott lehet BKK-s jegyeket, bérleteket venni. És akkor itt lehet átszállni a 2-es, illetve M4-es metróra. Arra van a 2-es, arra van a 4-es metró. Most az aluljárót azt nem fogom így külön bemutatni nektek. Így néz ki a utascentrum. Szépen ki van alakítva. Korkövetelményeinek megfelelően. Így néz ki. Ilyen számot lehet húzni, és akkor digitális kijelzőn hívják az embereket. Vannak mosdók, WC-k, le lehet fürödni egy nagy utazás után. Nem tudom, hogy mennyi a viteldíja, hogy működik, de kint van. Ha, itt egy tábla az már elfáradt, az már oda le van támasztva. Valaki ideig jött rollerrel, és akkor itt van még jó néhány jegyautomata. Van, amelyik pénzes, érmés is vannak. A kártyás automaták is. Itt van a lift, működik, mert lejöttek vele. És akkor itt pedig a csomagmegőrzők vannak. Már láttam Ricardinak is, a Sebastiannak is, talán a Atis is csinált videót róla. Atis jól lehúzta az egészet. Én annyira azért nem vagyok negatív, örülni kell, hogy ez is elkészült. Láthatjátok, hogy lehet fizetni bankkártyával, vagy csak bankkártyával lehet, nem tudom, nem. Van zsetonos, amelyik zsetonnal működik, pénzérmével, és van olyan is, ami bankkártyás a csomagmegőrzőnél. És akkor így néz ki az iroda belülről, jegypénztár. Itt van a keletinek a motivuma képben. Keleti pályaudvar, utascentrum. Na és akkor lássuk meg a keletit, hogyha már itt vagyunk. Menjünk lifttel. Elhívták. De ez itt van. És láthatjátok, hogy itt szállunk be ezen az oldalon, és a túloldalt fogunk kiszállni. Így helyezték el a lifteket. Hely így adta ki. Perón szint.
itt vagyunk a peron szinten, és szerettem volna nektek mutatni egy különlegességet. A Bence videójában láttam, hogy milyen különleges dolog, hogy ÖBB-s kocsi van besorozva egy vonatba. Itt állt a 6. vágányon, és ott volt az ÖBB-s kocsi, de mire észleltem addigra, volt ÖBB-s kocsi, nincs ÖBB-s kocsi, hát ezzel így jártam, azt nem tudom nektek most bemutatni. Viszont a keletit azt körbe tudjuk járni, itt egy flörtöcske, Gödöllőre megy. Néztem, hogy interrégióba megy már kis is, Egri interrégió, emeletes kis motorvonat, Stadler. Jó rég voltam már ittben. Már ideje volt, hogy bejöttem. Most hazafelé tartok amúgy, mert a kiállításunk volt. Mert még holnap is lesz, de én holnap nem megyek. Vasútmodell. És akkor úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyok bent Pesten, akkor eltekerek erre. Csináljak egy videót. Szerintem ez majd holnap fog kimenni, mert ma már került föl videó, és ez vasárnapi videó lesz. Itt egy Szili 173-as. Gyorsvonati kocsikkal. Ott egy bobó. Jó üres a keleti. Itt valami. Esti vonat van összekészítve. Kaf kocsikból, IC plusz kocsikból. Hol láttam akkor valami. Németországban megy, hogy hova? Necsek Intercity vonat indul Pécsre 3 perc múlva a 13. vágányról. Pont rossz oldalra jöttem, tök üres minden, sehol semmi. Hogy a személykocsi ajtajai automatikusan zárulnak. Sehol semmi, gyerekek. Olyan üresség van, hogy nagyon. Az az emeletes kis. Az igen, adács. Dupla bobó. Gyerekuk. Dupla bobó. 404. Meg a fene se tudja, hogy hányas. Négyszázötös. És itt meg egy 135-ös Szili. Ott is egy Szili. 362-es. Jó kis bobó. Kijövünk ide a legvégibe, aztán lezárom a Viddennyót, így is elég hosszúra húzódott. Remélem, hogy tetszett ez a kis Viddennyó, én is megörökítettem a utascentrumot. Szerintem jó lett, de én mondjuk nem sűrűn közlekedek vonatokkal.
engem annyira nem hoz házba, de gondoltam, hogy azért én is megörökítem még így új korába. Ki tudja, hogy mennyi idő alatt fogják lelakni a jó képességű emberek, nem vigyáznak semmire. Sok étkezőkocsi, bisztrókocsi, nézzétek, 1, 2, 3, 4, 5 végig étkező, illetve bisztrókocsik állnak itt, nincsenek vonatba sorozva. Gondolom majd most jön a szezon, és akkor most már majd be fogják őket vetni a Balatonpartra. Van itt DVA kocsis, étkezőkocsi, van kafkocsis, nem, kafkocsis az bisztró, IC pluszos, de az DVA kocsi, kafkocsis étkezőkocsit most nem látok. Annak ilyen bordás a teteje, mint az IC plusznak, de azon nincs rajta, hogy egy, meg egy plusz, hanem az rendes tápolós kocsi. Nem csak ilyen bisztró, ott is bisztró, amott is. Van itt dagivel minden is. Indul egy cirmosos vonat, van benne régi fajta IC kocsi, amiből tervezték, hogy nagy darab szám lesz, de aztán a végén nem lett semmi. Van benne IC plusz bisztrókocsi, és új festésű IC kocsi, új festésű Halberstadti kocsi, minden is van benne, sőt még egy Halberstadti vezérlő is van a végén. Látod, Sebi, nem a nyugatiba kell menni Halbi vezérlőért, hanem ide a keletibe, és egyből fogsz találni Halberstadti vezérlőkocsit. Ja, hát itt a messzeségben végig kocsik vannak letárolva. Más nem tudok elmondani. Ott a túloldalt is kocsik vannak letárolva. És egy flört kúszik be az állomásra. Hát megköszönöm a figyelmeteket. Remélem, hogy tetszett ez a kis videó. És találkozunk egy következő videóban is. Mindenkinek nagyon szép napot, szép estét, szép reggelt. Tudjátok, ahogyan a Bözsiland Attila mondaná. Ki mikor nézi ezt a videót? Jó kérdetek, sziasztok!